vagyok. Alacsonyabb vagy? Akkor várjál, lejjebb húzzuk. Így. Úgy meg te vagy túl magas. Nem, így. Akkor így. Te hátrébb állsz. Jó, jó, én hátrébb állok, akkor te leszel közel. Szóval, hello. Szia, Paulik András. Ő itt Andrásunk. Sziasztok. Aki egy napja körülbelül. Hát egy-két napja, igen. Egy-két napja már volt itt, és én nemrég keltem, kicsit még fáradt vagyok, és hoztál egy nagy csomó mindent, az hogy van? Hoztam egy pár monitort, jó pár tápot, legalább egy olyan 8 darabot, hoztam két házat, számítógépházat, egy-két alaplapot. De várjál most, pasztát. Most ne azt mondd, amit most hoztál, hanem amit összesen. Nem tudom felsorolni. Hát, az igazság, itt van. Az igazság, hogy nem is nagyon tudjuk felsorolni, úgyhogy inkább mutassuk. Egy autónyi cuccot hoztam. Inkább mutassuk meg. Jó. Na gyeri. Itt van a gyönyörűnek kevésbé mondható 56-osok tere. Hát akkor lead the way. Ezt úgy szokták mondani, we are going underground, you know? Oké. Okay. Nem estem el, király. Super. Na szóval itt a műhelyünk, és már a földre kellett pakolni, mert már van annyi cuccunk, hogy ebből már lehet dolgozni. Tök jó. Aki meg beszól, azt meg lelőjük géppuskával. Na, úgyhogy nem olyan rossz a helyzet, nem olyan gáz. Mindjárt. Mielőtt megjöttél volna. Igen, mi történt? Én ezzel az alaplappal akartam foglalkozni, amit hoztál, még csak bedugtam. Még csak nem is tudtam elkezdeni vele foglalkozni, leteszteltem ezt a tápot, és csak bedugtam, ennyi. Ez mi? Ahogy? Az egy vagy monitor, vagy laptop töltő. Szerintem laptop töltő. Ilyen nagy? Azért után gyártott azért. Passz. Hoztam, mindegy, mert tedd el. Töltőm, úgy emlékszem itt. Kaptunk egy párszor régen olyan monitorokat is, amik külső táposak, és a laptop töltőnek a laptop töltőnek a siát használta valamennyire, de nem mindig volt jó, mert a 12 volt helyett 11.8 volt, néha kikapcsolt, szóval kicsit gázolt. Kicseréltük egy 12 és feles, és akkor ment rendesen. Hoztam kettő olyan monitort, ami szintén ilyen külső tápos. Igen. Viszont azt a problémám, hogy ehhez nincsen tápom. Úgy hát azt majd, kerítünk. Hoztam egy számítógépet, egy komplet számítógépet mindennel együtt. Ez milyen PSS vagy USB-s? Ez Bluetooth-os. Na, amikor kérdezek egy olyat, hogy ez most A vagy B, akkor nem mondd már azt, hogy ez egy C. De hogy de. Hát ez szörnyű. Na várjál csak. Ne tesszük ide. Miért hiszel? Viszont ha jól tudom, nem tudom, hogy meg az a hátítője, hogy azt hiszem ez csak XP-vel megy. Micsoda? Micsoda? Ez a WhatsApp. A Bluetooth? Igen. Hát az nem csak XP-vel megy, te csak. Jó. Hát bármi, ami tudja, az, ami a Bluetooth tudja. Akkor legyen igazad. Van a túl. Oké, látom, csak én nem tudtam, hogy ez Bluetooth-os. Figyelj már, ez nem olyan, hogy ennek van egy ilyen kis vevőegysége az USB-be? Ez nem, nem az a típus? Nem, ez az a típus, amikor, már, meg, amikor már megvan a vevőegységed, a Bluetooth-od, igen. És ez arra ráhangolódik, 2,4 GHz vagy 5 GHz. Az meg Wi-Fi-s. Az ajzés, a direkt. Ja nem, az Wi-Fi-s. Várjál, valamire téveztek. Nem tudom, tegyük talomba, túl vagy nagy. Lesz valahogy. Túl nagy a kép. Túl nagy a kép. Na a fejünk? Nem, én mindig kim vagyok a képből. És eddig vesz a kamera. Na, mit hoztam? Ja, mutatom, itt van a lényeg. Ebben van a lényeg. Azt mondja, mutatom, mit hoztam, hát ez szatyrokkal tele vagyunk. Rengeteg minden van. Na. Ez mind processzor. 775 ilyesmi. 775 ilyesmi. Sajnos fésztolat nem kaptam tőled, nem. Úgyhogy... Nem, de az nem baj, én azt hittem van neked. Nem baj, sajnos. Hoztam egy kis szendvicset, sütét, mindent. Már ákosztó. Kis maradék, de majd veszünk még.
Az a baj, hogy így most rossz a kamera szög. Egy 75-ösök. Ebbe is van egy-két cucc. Kezdjük. Pillanat. Internetkábel. Kábel. 64-esek rendszerrel, mindennel együtt, scriptet be, viszont ezek, amit... Na, szerintem így már sokkal jobb lesz a videó. Egy nem működő és működő videókártyák. Ezek nem tudom mi a baj, de a hűtés még lehet jól pankintani. Egy pillanat, elkezdte sorolni, és én azzal foglalkoztam, hogy lehessen minket látni. Úgyhogy először is Xeroxos monitort kaptunk, ami külső tápos, sajnos 12-es a standard, nem? Mindegy, 12 volt. Sulinetes matrica. Bizony. Azt láttad? Na jó, hát ez megy a monitorokhoz. Itt is akartam egy kis helyet csinálni, csak arra nehéz, mert már annyi monitor van itt, hogy borzasztó. Elég nehéz lesz itt plusz monitorokat betenni. Lassan nem vagyok, mint egy komputerbontó. Jaj, erőjött eszembe! Neked is mondom a híreket, hogyha már műhelyen foglalkozol. Este írt egy nagyon messzin távolságban lakó milf. Erre nem tudok szemmondani. Jó, nagyon messze lakik, jó, tehát annyi nem kilométert baj. Nem ér a dolog. Nagyon sok gyereke van, rászoruló és szeretne számítógépet, nem tud idejönni. Erre az a helyes megoldás, hogy menjen a falujához legközelebb. Ez mi? Az egy táp. Dehogy táp, ez nem táp. Ez, ez mire való ez? Ez egy táp. De minek a tápja ez? Ez én számítom, ez én i5-ösöknek volt a tápja. És alaplap is elosztó volt benne? Ez egy alaplapos elosztós táp. Hogy az alaplapon vannak az elosztók, a SATA kimenet megjelenik. Tehát ilyen alaplapon nincs is. Majd lesz. De ez majd kérdez. De ilyen alaplapos elosztós tápot nem is emlékszem, hogy hoztál volna. Aztán van még egy LG-nk, ő is külső tápos. Nyilván jó, biztos. Ezt ide berakjuk. Nyilván jó, működik, csak nincs hozzá meg nem a... Nem baj, mert majd szerzünk tőle. Működő videókártya. Egy 4670-es, ami... Hát a maga korában egy középszerű cucc volt, úgyhogy nagyon-nagyon jó lesz az. Szépen beteszünk a többihez. Egy nem működő videókártya, de a hűtés még jó rajta, és az kimaradta jó rajta. Hát akkor erről leszedjük a hűtést hamar. Biztos, hogy nem működik? Nekem nem működött. Letesszük ide, figyelj, működik, akkor jó, egyébként leveszük a hűtőt. Jó, egy működő videókártya, ez egy 256-os. A panelja az merre van? Az kell hozzá, mert... Persze kell. Hát ez a dupla tűs, izéses, átalakítós. De ez miért csak egyet ad? Hát ez kettő végén csinál. Ez csak egyet ad, ez fel annyiba kerül. Micsoda? Ez nem az izét mondom, ez tud két fejet. Tudom. Ez meg csak egyet ad ki belőle. És? Hát én azt hittem, azt mondja, ilyen kábelt vettem. Mert az a kábel... Az a kábel, az drágább, mint a kártya. Igen? Igen. Az a kábel olyan két hangi. Hát én azt nem. Na, mindegy, ezt ide rakjuk. Külön valahogy. Ezt ide. 300 megabájtos wifi. Igen, ezt neked hoztam. Haha, ez a gyereknek a mágneses pöckölő izéje. Ezt tudom micsoda. Csavarkéresen. Oké? Okay? De van neked izé mágneses... ezt ki szoktam mondani. Ezt később elmagyarázom. A wifi az jól jön természetesen, csak még nincs semmi, ahova tudunk csatlakozni. Azt mondja, fordító, ez a Dell-nek a fordítója. Igen. A Dell-nek volt ilyen fordítója, hogy a PCI-t viszintesi alakítsa. Az alacsony profilú házakban nem fért el csak viszintesen a kártya, de az volt a hátránya, hogy az egyetlen PCI-ba kettőt tettél, tehát vagy ez működött, vagy ez a kettő egyszerre. Egyenesít. Tehát esetben sem. Kicsit hiányos. Az mit jelent, hogy hiányos? Nincs meg a fedlapja. Hát az gáz. De van, valahol van fedlapom, hogy megtaláljuk azt is. Hát az már fog kellni persze. De amúgy működik, vagy ezt nem tudjuk? Amúgy működik. Egy gigabyte. Egy pillanat. Ez micsoda? 775? Igen.
755 DDR2. Jó, akkor meg... De itt lesz a táskámban a fegyver. Ott lesz valahol. Csak nem jó, ja, ezt megmutatjuk, persze. MSI 775-ös 945P Neo. Köszönjük. Egy gigabyte, megint csak. Ismét gigabyte-ot kaptunk, olyat, hogy P35-ös. Egy P35-ös gigabyte. Valahogy még ahonnan ez jött. Még egy gigabyte-ot. Úgyhogy én azt tudtam előre. Még egy gigabyte-ot, ezt szóval nézzük. Valami mócska van benne. Jó. Ez egy 965P-s, hasonlóan az előzőhöz. Úgyhogy annyira nem érzek csalódottságot. Egy fogkefe takarításra. Az van. Portalitásra. De van valahol nekem. De nézd, ilyenem van. Az még jó. Borotvának a cucca. Egy videókártya. Várj. Azt akartam megkérdezni, hogy az összeset megcsináltad? Igen. Hát az marad. Csak a nincs rajta az előző. Nem is baj. Ez egy kócska régi... Egy pillanat. 512-es videókártya. Egy fedlap. Az egyik AGP-s videókártya sorozat, amiből PCI-t csináltak, csak nem voltak készen a PCI sebességére, úgyhogy ez valószínűleg 1-es, 2-es vagy 4-es kártya. A PCI-os korszakok elejéből, de szerintem attól még egyszerűen csak működik. Két RAM, DDR1-es. Ja, ott a fedlap? Ott a fedlap. Akkor fel. Húha! Ha mi történt ezzel? Meg lett buherálva. De miért ilyen csúnya? Így alakult. Egy videókártya a hűtő. Egy 7006-osnak a hűtője. Azt a fedlapot, ezzel nem tudom, hogy csinálják. Ezt használjuk, vagy nem használjuk, hogy mi legyen ezzel. Nagyon furcsa néz ki ilyen rohadt ferde, izé. Egy kártyaolvasó. Ez egyes, ugye? Egyes. Kártyaolvasó. Hát akkor rendben van. SSD-tartó. Ahogy mondod, én próbálom ezeket azért nagyjából a helyre tenni, csak jó. Annyira nem vagyunk gyors, mint te. Csak mi van fel? Na, igen. SSD-tartó. Helyszűkítő. Akkor az. SSD-szűkítő, hogy be lehessen tenni az évbe. A vinyokhoz ezt ide teszem fel, jó? A csizékhez. 40 mm-es ventilátor. Ez a... Kis cuki. Azt akartam, a kis cuki. Na várjál, hol a... A csavarhozó valóra itt van, várjál. Ez az őt van. Ez benne van. Még egy portalanító, én ilyet használom. Az igen! Az olyan portalanító. És egy csomag... Egy csomag pasta. Elég színes. Az főzsi. Azt hitták főzsér. Oké? De miért ilyen nagy? Ja, mert izébe van. Egy kis is mondta. Nagyon jó. Ezt ide rakjuk. Többihez. Igen. És pár csavarhúzó. Ezt a takarítóhoz. Meg egyéb szerszám. Ezt ki fogjuk próbálni, ezt a bluetoothos wifi-s valamit. Lehet, hogy izé. Nem? Ez Nimbus. Nem baj, jó lehet. Szerinted van olyan, hogy Nimbus, izé? A Winchester. Ez mi? Ez paszta kellő ecsek. Az meg, izé, várjál, megmutatom. Nem tudom, hol van mindjárt. Itt van. Nézd ide. Itt van benne a kenő. Az jobb. Hát persze, hogy jobb. Jó, hogy drágább is. De ezt mi akarod használni? Kaptunk egy Nimbust, ez egy hatszögletű, ilyen csavarhúzó jellegű valami, de hát mi nem használunk Nimbust. Jó, igaz? Ez mi? Ja, hosszú csipesz. Ez jó, mert ez nincs. Hát figyelj, ide hát rakjuk, és hogyha kell, akkor jó, hogyha van. Na szóval. Füzet. Azt én hoztam, abban írtam össze, hogy mi a mindenes problémám. Ezt külön megbeszéljük. Nem baj, majd te felolvasod. Ez is most jött, igaz? Igen. Ezt tegyük. Az a baj, hogy olyan gép, ami most jött gép, az jön ide, csak nincs rajta papír. Ez micsoda? És két most nem. Pillanat. Hát ez is ilyen mindenes kupac. Jó, ezt a lilát eltesszük. Ez nem kell. Ez főleg nem kell. Ez mi ez a
Ez ház, a táp mellé szokták rakni. Igen, ilyen feszítő, hogy rezgéscsillapító. Hát ha begyűrök egy marék zsepit, az jó van, de nem... Ó, az nagyon gáz. Hát gáz, de nem látszik, mert a hátuljához teszem. Na mindegy, hoztam, hogy ez direkt azért van. Oké. Okay. Gárti, olvasó. Ez tápos? Gondolom. Itt van, csak... azt hittem, hogy ha így egyben van egy doboz, akkor azt kell mennem a tápja. Hát az, hogy átvert engem. Na, ez egy kártyaolvasó, mindenféle kártyákat lehet vele olvasni, és itt a tápja. Nem vettem észre, hogy USB-n keresztül működik. Nagyon trükkös, természetesen a dobozával, mint új csomag, így fogjuk majd kiosztani. Ez nagyon trükkös, ez nagyon jó. A kártyaolvasókhoz áttesszük. Sata bácsi. Nem igazán látom. 8G. Nem jó. Révre esetleg. Nem. Nem jó? Arra viszont jó, hogy beszweppeljem, de 8-at beszweppelni, hát az beteg. Az nem jó. Ez sajnos nem jó. Ez egy 8 gigás idés kialakítású vinyó az IBM-től a DHEA akármilyen verzió. Szám teljesen mindegy, ez sajnos túl kicsi nekünk. Ugye ezt ide kitesszük, mint emlék jellegű valami. Ez sajnos nem jó. Na, ez jós, ezt ide. A Dell-nek a lerögzítője. Ez nagyon jó, ez 775, ugye? Igen, az mind 775. Igen, ez jó, ez kicsi, ez nagy. Ez mind tök szuper. Ez nagyon jó. Oké. Okay. Várjál. Nem tudom. Így találjam egy foka. Ez foka. Jó jöhet, hol vannak az elejek? Itt. Ez nem kell. A 40-es. Ez ide legfelül, de itt vannak a 40-esek. 20-40 gigák itt vannak. Oké. Okay. Esélyem. Mit? Mit? Azért, mert azt mondta, fölül van, én már esélyem. Hát ez milyen? Olyan gyorsan lecsapott. Psst. Na, oké, okay. Ezt ide rakjuk. Ez nem jó. És kiürült a doboz, köszönjük szépen, mindjárt átérünk a füzetre. Van még ott egy szatyor. Egy pillanat, ezt így elkészítem, hogy ne hagyjuk itt. Ó, itt van. Egy nagy szatyor cucc. Az fedlap, ez lyukor betűnésére le kell vágni, és akkor... És ebben lehet igazgatni, sztorik. Jó, hát olyan fedlap, hogy lukakat betömni, az jó lesz. Oké? Okay. Az egy doboz. Abban egy doboz. 220-es gigabájt. Amikor kijött a gyárból, már akkor rossz volt. Mindegy, ezt tényleg kidobjuk, mert itt van nekünk ilyen üres doboztárolónk. Egy szuper táp, kérem a filcet. Ez mi? F plusz 4. Rövid. A rajta plusz 4. És malaxos főleg. Ez a rövid. Ez de itt van a hosszú kiegészítő. Nem, azt nem. Azt én most használom. Ugyanakkor a szádon nem használom ezt. És ez pedig plusz 4. Ez a malaxos. Ezt tudom, hogy most kell. És egyébként a satát nem fogok. Úgyhogy ez tök jó. Na, én ugyan hoztam pára. Nagyon szó. Ez marha jó. Elhozom otthonról az ollót, görbe tudom vágni, és nem kell ezt
Kikénytelenkedni? Hát hogy néz ki? Gyere ide, mondd meg az igazat. Ez, hogy néz ki? Hát ez gáz. Tudod, hogy mitől gáz ez? Hogy nekem mi? Nem volt ilyen szuper cuccom, tudod, hogy ez mitől gáz? Ezt direkt videóban is elmondtam. Ezért gáz, mert direkt úgy csinálja meg, hogy ne lehessen ide tenni a hűtőt. Szándékosan csinálja így. Ez a gáz. Nem az a gáz, hogy most te elkéstél a szuperanyaggal, és én most körberagasztottam, hanem hogy gyárilag úgy csinálja meg, hogy szopjunk. És én a lehetőségemhez képest megcsináltam, de ez a szuperanyag nekem nem állt rendelkezni. Úgyhogy... Abba van még. Szíjon gázt. Na, menjünk tovább. Itt az üres. Várj, ezt kidobjuk. Van itt egy nagyon frankó végem. Végekhoz van, listed be a landobozba, az hol van? Úgyis meg fogod látni, ott van valami landoboz. Á, oké. Okay. Aztán... Nem vagyok itt, ha szóval. Hát majd itt valószínűleg. Kibánja. Végén, akkor szerencsére van ám bőven. Ez egy... 64-es. Nem a Rama lényeg. 6200-as SE kártya. Szó szerint ideális egyébként, mert végjel kimenet van rajta. Nincs rajta ventilátor és nincs plusz táp, úgyhogy bőven jó. Szuper, nagyon szépen köszönjük. Ez szerintem egy mobil töltő. USB-s. Mondom. Ez... 9V. Itt használtuk, mindegy, itt vannak a töltők, azok a törzsbések, ezeket ide rakjuk. Ez hosszabbító. USB hosszabbító. Ez hosszabbító, de hát ezt nem tudok hallani. HDMI. Remélem a rugói még jók. Az enyémet azt ki kellett dobni. SATA. Ez kuka. USB-vel nem tudom, hogy csinálják, mert USB-t nem hosszabbító, hanem tetszőlesen is. Igen. Hogy tudtál ennyi mindent elhozni? Ajó, elhozom, hogy van. Két töltő... Valamihez. Ezen megmutatjuk. Még egy csata. Van... Videó, hang... Nekem volt egy olyan Sony Ericssonom, ezt bedugtam, hogy járt hozzá. Ezt bedugtam a tévébe, és ott volt a képe. A tévén. Igen, ez ezt hát... tilos volt hozzá használni, mert ez hármas, és ez hang és videó kimenet. Ez nem ehhez való. De ez nagyon szuper cucc azoknak, akiknek van olyan mobiltelefonja, akiknek videó és hang kimenet van. Ez elég ritka egy kábel. Mondjuk úgy, hogy nem kapott meg minden bótban. Szóval a következően néz ki a dolog, hogy a mobiltelefon jacknek kinéző kimenetéből videót és hangot lehet a régi CRT tévékre továbbítani, elég ritka cucc. Itt vannak ezek a tuning kábelek, ilyen videó hang, mit tudom én, akármi célhoz. Most kicsit ide dobjuk. Hűtőkiegészítő, ez mihez való? Számítógépen. Ó, itt van még egy ilyen. Ó, szuper. Ezt igazából ezen keresztül lehet csatlakoztatni bárhova. Ez nem kell. Töltő. Szóval rengeteg mindent hoztál. És még mindig 100 dolog van. Nem, az biztos, hogy ez de. Az de, az de. 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 Vékony hűtő. Ez izéhez volt laptophoz. Laptop szorongat, azért úgy sem nagyon elvédmetjük. Fejhallgató elosztó. Ami... Nem tudom, jó, nem jó. Itt van például egy bővítő. Itt van egy átalakító. Hát ezeket ide
hangcuccokhoz. Ő mi ez? Feles hűtő. Mi a franc? Egy feles hűtő, tehát a hűtőnek a fele így le van vágva valahogy. Valószínűleg itt lesz majd a ventilátornak a helye. Szemből így néz ki. Marha furcsán néz ki. De hát hűtő, úgyhogy a hűtőhöz. Lehet, hogy valahol pont ez fog majd kelleni. És ide. Videókártya hűtés. Valamihez. Nem tudom. Jó, jó. Persze nem tudom mihez. Azt hiszem ez S videó. A francot! Nem! Ez a a kombinált bemenet a PS2-höz. Ez? Nem. Nem. Nem, ez billentyű és egér. És van egy kombinált bemenet, ez valamelyik alaplaphoz való. És persze nem írták rá, hogy melyikhez. Jó. Itt van a másik hűtő. Asus. Az mindegy. Arra gondoltam, hogy... Nem tudom, ez mi ez a csinál? Az a hangkártya. Hangkártya. Ezt a hűtőköz. Ez mi ez a csinál? Az egy másik dobozban van egy kontroller. És? Azt oda raktam. Annak az drivere. De hát nem kell driver. Ez, akkor ezt tartozik? Igen. De hát nem kell driver hozzá. Jó. Mindegy, elhoztam. Mindegy, ahhoz tartozik. Oké. Sata. Ez is még egy mobil töltő. Jó sok cuccot verögt el, ez biztos. Van két ilyen visszafogós közíté, vissza lehet húzni. Ez meg bővítő a kicsiről nagyra, az igen. Ez meg sata. Mint a hanghoz és kész. Ennyi. Itt van egy kis védőműhízében. Ezt is ide rakom. Jó. Hogy ezt nem viszed vissza? Nem. Akkor ezt meg kidobjuk. Jó, azt kukának. Jó. Jó, azt kukának. Kidobjuk. És akkor hoztam még ezt. És ez egy komplet ház. Azt azért rakom, hogy nem komplet ház. Van benne egy 120 mm-es ledes ventilátor. Mindegy, oké. Okay. És USB 3.1-es. Hát az ilyen nagy házakban azért nagyobb alaplapokat nem lehet teljesítményt fogunk megtenni, amennyire. És messze is láttad. Nem. Nem, azt mondjuk pont nem láttam, illetve nem vettem észre. Na, amit most fogunk csinálni, először is köszönöm azt a rengeteg sok mindent, amit hoztál. Köszönöm anyukádnak külön, hogy ide jött. Átkázolt minden sárkán. Remélem, a kínai negyedet nem érintett. Nem, remélem. És az is hang. Szóval elkezdjük a tesztet azzal az alaplappal, amit te hoztál. És hát remélhetőleg minden is frankó lesz, nem fog menni. A lapok jók, viszont nekem nem volt hozzá megfelelő ramom. Nem baj, majd itt mindjárt kerítünk. És azok a ramok, amik nyilván jók, azokat kipróbáljuk valakásért. És azokkal megnézzük, hogy mi a pálya. Na. Kicsivel jó. Na, oké. Nem a memóriával kell kezdeni, hanem kell nekünk egy SPK, kell egy bekapcsoló. Egy SPK, egy bekapcsoló, hol a francban van. Itt van. Persze most azt kéne, hogy fejből tudjam, hogy... Itt van. Oké. Okay. PV, 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 PSG.
Na. Visszadobjuk. Nyilván, nem fog kelleni. A füstöt vagy robbanást látsz, ne ijedj meg. Eddig jó. Miért nem? Nincs bele. Így van. De ez minek a jele? Ez minek a jele? Nem tudom. Ez annak a jele, hogy a RAM-okat ellenőrző chip jól működik. Tehát a processzor, az alaplap, a RAM memory ellenőrző része jó. Tehát elvileg az alaplap jó. Most jön az a rész, hogy beletesszük a DDR2-ket, azt majd csodálkozunk, hogy minden működik. De a RAM támogatási listát le kell tölteni. Azt nem kell. Itt olyan lassú pici ramok vannak, hogy az mindig alatta van, de ezek nem fontosak. Azok minden jó. Igen, azt különrakom. És hát van miből választani, úgyhogy megoldjuk. Előbb ezt. Mit szólsz ehhez? Előbb ezt. Elolvasom, mert nagyon csúnya írtam. Jó, tessék. Tehát... Várj, ezt közelebb hozom, mert elég messze van a csáv. Első felmerült kérdés. A Hero Sync 18... Várjál, mert elhelyezem ezt a maszkot. Nem fogunk látni semmit. Szóval. Na, igazából az első felmerült kérdés már meg is válaszoltuk. Utólag. A Hero Sync 18.3-at UEFI-n vagy Legacy-n telepítjük. Ebből kiderült, hogy Legacy-n érdemes. Csak. Kizárólag. Igen, aztán? Feltűnt, hogy a 64 bites rendszer egyik nagy hiányossága, hogy a Steam telepítjük, annak a bejelentkező felülete angol nyelvű. Így van. A Steam lehetne rögtön magyar? Nem. De azt meg lehet csinálni, hogy bejelentkezel, és átállítod magyarra. Jó. De azt kívülről egy elsőre magyar legyen, azt nem tudod megcsinálni. De egyébként nem is kell, tehát login, bejelentkezel, és utána, amikor bejelentkeztél, te arra a nyelvre állítod, amire szeretnéd, és van, aki szlovákot választ, mert azt jobban szereti, valaki a románt válaszol, mert azt mondjuk jobban szereti, és van, aki a magyart, mert azt jobban szereti. Igen? Aztán, lefuttattam a járműhez kitet, és feltűnt, hogy a Trophy című program nem található, és ezáltal nem is indítható, és nem is települ. Igen, ez egy csúnya hiba, ezt ki kell küszöbölni. Ez annak a scriptnek a hibája, hogy a scriptet az előző 18.2-ből hoztam át a 18.3-ra, és ott még volt Trophy. Ha elírtam, amit el tudok képzelni, hogy két Y van a végén, két P betű van a Trophy-ba, ha elírtam, akkor ezt majd kijavítom. Természetesen ez egy script hiba. Ezt ki kell javítanom. Igen? Feltűnt, hogy a Warzone stratégia script csomagban található, szerintem sokkal inkább lenne a helyen lövöldözős csomagban. Ezt még egyszer, a? A stratégia csomagban. Van a? Micsoda? A Warzone 2001. Mert az? A stratégia. Tehát csapatokat kell irányítanod benne. És le kell gyártanod a csapatokat. Oké. A stratégia. Igen? Az Apex script csomag nem találja a mint meta kódeket. Az baj. Figyelj már, ezeket karikázd már be. Még nem ezzel, hanem... Vagy húzd alá pirossal. Jó? És ezeket bakker nekem ki kell javítani. Ez még a régi kódek rendszerből való. De egy az egybe átmásoltam a javítottba. Ja. Tehát akkor a mostaniban is benne van a hiba. Okay. De ezt ki kell javítani természetesen. A Trophy-t is pibáljam? Azt is, paszt is, ne húzd alá, vagy ilyesmi, hogy az fontos, az nagyon csúnya hiba. Jó. Hogy van tovább? Az utolsó Warzone PPA. Igen. Nem tudtam hozzáadni a rendszerhez. Ja. Azért van, mert a lövöldözött csomagot nem, szánt szándékkal nem telepítettem. Így van. De ez nem baj. Az alsó három csomag, a PPA, a kulcsomók, emlékszel a kulcsomóra? A PPA kulcsok, azokat nem kötelezően telepíteni. Jó, egyáltalán nem. Az akkor telepítjük, hogyha azt a játékot ő nagyon szeretné, mert ha nagyon szeretné mondjuk a Mindtestet, a Warzone-t vagy akármit, akkor tesszük fel azt a PPA-t, hogy neki a legújabb, a legszebb, legjobb legyen. A második HD telepítésekor feltűnt, hogy az első eltávolító script a következőt válaszolja. A Purge... Purge-ölés, igen. Igen, a Purge-ölés... Majd kapcsolódó értelmet... A kupakot adnám. Parancsolja. Ja, a másik kezében van. Igen.
A pörzsölés parancsor kapcsoló értelmezhetetlen a többi kapcsolóval kombinálva. Ezt válaszolja E2-es pont, a pörzsölés kapcsoló értelmezhetetlen a többi kapcsolóval kombinálva. A pörzsölés után betettem még egy kapcsolót? Ez a régi script? Ez a régi script. Mert nem emlékszem, hogy az újban mennyi kapcsolót raktam. Elfelejtettem. De ezt húzd alá, jó? Ezt húzd alá, mert a pörzsölésben csak egyetlen kapcsoló lehet. És hogyha több kapcsoló van benne, akkor persze nem fog működni, mert nem érti, hogy melyiket hova. Igen? Feltűnt, hogy a Mozilla Firefox elavult. Be lehet-e csempészni egy scriptet, hogy automatikusan frissítsen? Nem avult el. Amikor megcsinálod a frissítést, a 18.3-asnak megfelelő utolsó Mozillát rakja föl. Mivel már kijött a 20-as, a 21, a 22, meg a többi Linux, mint azokra jönnek ki a legújabb Mozillák. Ezekre a 18.3-ashoz lévő csomag való. Jó, aztán... Mivel régebbi az operációs rendszer, tehát 18.3 nem a legújabb 22-es rendszer, ezért az ahhoz a csomaghoz tartozó Mozillát rakja föl, nem a legújabban. De hát ezt tudjuk. Viszont mivel kisebb a Mozilla, így valamivel gyorsabb is. Igen? Aztán lehetne csinálni egy olyan scriptet, hogy a böngésző automatikusan frissebb legyen, és legyenek benne automatikusan pluginek. Bővítmények. Az a plugin. De lát, ez egyesével. Adblocker, YouTube adblocker és társai. Csak egyesével. Csak egyesével. Csak egyesével lehet telepíteni. A Mozilla és saját önálló csomag, és a saját önálló csomag, azt úgy kell kezelni, elindított, ja, le kell frissíteni a rendszert, a Mozillát, az adott 18.3-as rendszerbe, azt megkapja, és utána rá tud tenni a pluginokat egyesével. Ez időigényes, de hát ezt máshogy nem tudom megcsinálni. Megnéztem pár összehasonlító videót a YouTube-on, ami a Linux Mint, Cinnamon Mate és XFC Igen? rendszereket viszonyította egymáshoz. Az volt a végső konklúzió, hogy a Cinnamon kiesett, mert nagy volt a gépigénye, még a Mate összfogyasztása 5,525 MB volt. A memóriáról van szó. Egy diagnosztikai ablak megnyitásával, addig az XFCE 575 MB-ot zabált. A Mate több funkcióval... Fél gigabájt memóriáról beszélünk, tehát a gigabájtnak a fele körülbelül. Igen? A Mate több funkcióval, beállítási lehetőséggel, jobb gombkiosztással és TEM automatikus háttérképpel rendelkezik, alacsonyabb fogyasztás mellett. Addig az XFCE elmarad. 11. Miért lesz az XFCE rendszerben megírva a scriptet, mikor a Mate jobb? Nem tudom. Régebben az XFCE jobb volt, ha most a Máté a jobb, meg kell vizsgálni. Nem tudom. Gyanítom, hogy a Mate jobb a járvány. Egy pillanat. Ez volt a felírásod. Ugye? Hogy ez melyikre vonatkozik? Ha ez most a legújabbra vonatkozik... Nem, ez a 18.3-asra. Nem tudom. A Mate jobban teljesít. Kevesebb fogyasztás mellett több funkciót lát el. Nem tudom. Én azt tudom, hogy amikor hoztuk végig a rendszereket, végig az XFCE volt, és hogyha a Máté jobb volt a 18.3-nál, át kell térni rá. Jó. De akkor mindenre új scriptet kell... Ja nem. Nem kell új scriptet csinálni, mert a Linux Mint az ugyanaz. Jó, ennyit, meg kipróbáljuk. Ennyit tettem összen. Ennyi kérdés volt. Ezt húzzuk alá. Az utolsó. Persze, alá húzzuk. Máté. Ki kell próbálni. És hogyha valóban jobb, ugyanazon számítógépen, ugyanazon körülmények között, ugyanolyannak tűnő vinyó cseréje, egy XFCR helyett beteszünk egy Mátét, ugyanazon a játékon több az FPS, akkor győzött. Jó. És akkor... Viszlát XFC-e. Na ezért vagyunk ketten. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szóval, ezt tedd el, légy szíves, mert akkor ezzel még okay. dolgozunk. Jó? És ami most következik, hát az a Gigabyte-nak a P43-asa, és memória tesztek meg, mit tudom ének.
azok jönnek most. Ha lehet készülni, inkább lehet az egy memória támogatási listát, és azt tudom ott megkeresni. Az nem jó, az nem működik a memória támogatás közben. Keresek egy támasztékot, mindjárt kitalálom, hogy legyen. Nem, de hogy is. Majd én megoldom ezt. De nagy lettél! Szuper! Oké? Okay. Nem akar dolgozni. Úgyhogy előrefelé akar dőlni a csávó. Nem tudom, szerintem jó. Nyilván. Na! Na szóval, a letesztelt memóriát, amik minden körülmények között működnek, pipát kapnak, a nem nagyon működő csávók kérdőjelet. A második kérdőjel kiosztásakor irányokunk a. Ugyanis a második kérdőjelnél az már nem működik. Féloldalas, féloldalas, ez kétoldalas. Féloldalas, és féloldalas, akkor azt szoktuk tanulni. És hármas kell egy kötetgel? Ez kérdőjel. Nem kell. Nem kell, most az a rész jön, hogy hogy... Hát ki legyen rájutani. Menjünk csak. Meg jó szórakozás. Nagyon jó, el a szegény itt. Na, kaptam egy sárkányos memóriát. Sajnálom egyébként, hogy ott vagytok. Nem tudom, hol a francba lett a mobiltelefontartóm. Fogalmam sincs. Na mindegy, szóval kezdjük a munkát. Majdnem minden nap, amikor beszélek az emberekkel a YouTube-on, én megkapom ezt a dumát, hogy miért csinálod ezt, miért segítesz az embereknek, hiszen azok nem segítenek neked. Tehát, hogy miért? Ti. Egy hosszú, három rövid. Mondjuk kéne még egyszer. Nincsen benne videokártya. Alaplapi sincsen benne. Viszont működik, csak így van a vége. Azonban, ha így működik, és... Én szerintem semmi baj. Azt fogom most csinálni, kiveszek egy most kapott videókártyát, ugye, amit most kaptunk. És... Ó, bakker! Ott fogjuk majd látni a képet, ugye? Nyilván le fog tölteni, meg tudom én, így. Ez kicsit lecsukom, jó, hogy lássatok ti is valami, nem biztos, hogy lehetetek. Mindegy, a nagyját látjátok. Nincsen bedugva, se billentyű, se semmi. Egyelőre csak beindítjuk. És hogyha működik, akkor azonnal van kép is. Azért ez nagy segítség. Fene legyen meg! Természetesen nem talál semmi, nincs benne vinyó, nincs benne minden, de így működik. Érdekes, mi? Úgyhogy ez a csávó már is mehet egy számítógép házba, és lehet beletenni egy telepített rendszert, és már működik is. Érdekes, na? Ez így lesz egy egységcsomag. Így.
második. Valahogy eltűntek itt a papírok. Valami hiba. Hiba. RGP védő. Megpróbálom előkeríteni a papírjaimat, de már olyan kevés van, hogy írnom kell újra. Úgyhogy ez lesz itt a mostani terv, mondjuk így, hogy ja, az túl nagy, hogy ezeket az alaplapokat, amik itt rendelkezésre állnak, mondjuk azt a hármat nem, mert az a három az nincs rajta hűtő, meg az amik gond van, mindegy, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, és ugye alatta van ez a hetedik, beletesszük ebbe az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 számítógépházba, és akkor még ez is van, ez a csávó, ezt majd még felülvizsgáljuk, és oda alulra le lehet tenni őket, mert az összes vinyó, amit elvitt, az már is telepítve visszatért, úgyhogy köszönjük szépen, természetesen dugóval. Viszont nagyon nehéz így dolgozni, hogy közben egy kézzel kamerázok, mindegy, majd mindjárt megoldjuk. Na, úgyhogy nagyjából így hirtelen ennyi a videó, jó, mert most elkezdünk dolgozni, azt titeket marhára nem érdekel, de így is kaptunk jó pár videókártyát, meg sok-sok kábelt, meg ilyen furcsa tápokat, amiknek csak alaplapi elosztója van, mindegy. Úgyhogy, ja, meg monitorokat, úgyhogy majd folytatjuk a később. Szóval, amivel kész vagyunk, az a fehéret nem kell nézni, 1, 2, 3, 4 gép, van egy Windows XP-s, még egy nagyon retro PC, van 1, 2, 3, 4, 5, 6 számítógép, amiben csak bele kell tenni a telepített vinyókat, ez az alsó két, ez telepített vinyó, aztán ezen kívül van 1, 2, 3, 4, 5 alaplapunk, amit még ugyanúgy be lehet tenni, és már búcsúzunk, szevasztok. És búcsúzunk már. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a műhelyt, kicsit elfáradtunk. Olyan koszos, állj, kézmutatás. Utasd a tiéd koszosabb. Jó, azért van, mert régebbi elavult vackokat raktunk össze. Volt kudarcunk, mert az a HP, ami itt van, ez nem igazán akar együttműködni, hogy őszinte legyek. Ráadásul nincsen 32-es telepítésünk, ezt is majd csinálnom kell. Kiderült egy pár alkatrészről, hogy nem igazán akarnak együttműködni, ezeket kidobjuk, mert ez tiszta nem egységes, és ennyi. Meg kiürült az egértartónk, úgyhogy majd szerzünk PS2-es egeret, és köszönjük szépen, úgyhogy. Osd le a lámpát, mert eddig mindig én az vagyok. Az melyik ez? Mind a kettő.